Nos, üdvözlök mindenkit! Ebben az új sorozatban végig fogunk menni mindenféle démoni légyen, bemutatjuk azokat, hogy jobb képet kaphassatok a világszerte fellelhető mitológiai rémségekről. Ebben a videóban a szukkubuszról lesz szó, lehetőleg, vállalható keretek közt maradva. Nos, amit legelőször fontos tudnunk, hogy a szukkubusz egy démon. A démonok általában bukott angyalok, vagy olyan lelkek, melyek Lucifer mellé álltak. Ő maga is megérdemelne egy külön videót, most egyezünk meg annyiban tehát, hogy a démonok gonosz lények. Az angyaloknak eredetileg nincs szabad akarata, teljes mértékben Isten szolgái, de közben mégis dönthetnek saját sorsukról. Amikor valahogyan ellenszegülnek Isten parancsának, a szabad akaratuk megvonása ellenére, bukott angyalokká válnak. Ezen alkalmakat általában egy másik démon idézi elő azzal, hogy megkísért valamilyen eredendően jó vagy semleges lelket. A démonok tehát gonosz lények, ez eddig oké. Azonban van egy másik fontos dolog itt. A démonok nem csak gonoszak, de képesek megszállni az élőket. Alapból egy démon nem tudja az anyagi világot módosítani. Nem tud köveket pakolgatni, tüzet szítani, vagy bármi egyebet tenni, de ha megszáll egy testet, azt a testet az irányítása alá vonhatja, és így módosíthatja az anyagi világot. És itt érkeztünk el a szukkubusz lényegéhez. A szukkubusz egy női démon, aki bujálkodásra és hűtlenségre buzdítja az embereket. Alapból a régi hitek szerint csak férfiakat, de legyünk PC-k és tételezzük fel, hogy akárkit megkísérthet, nemtől függetlenül. Általában éjszaka, vagy az emberek álmaiban jön el, és legkülönfélébb buja tetteket idéz elő. Ezzel tehát a hét fő bűn egyik elemére készteti az embereket. A héber írásokban eléggé sokat írnak a szukkubuszokról a keresztény írásokhoz képest. Szerintük ugyanis az első ilyen démon Lilith volt, Ádám első felesége, akit Szamael arkangyal elcsábított, a bujaság bűnébe kergetett, majd elvitt az édenkertből, Lilith pedig nem tért oda többet vissza. Ugyanezen írások szerint a szukkubusz ugyan egy gyönyörű fiatal lány alakját veszi fel legtöbbször, testén mégsem tudja elrejteni a démoni külsőségeket, és gyakran vannak éles karmai és hegyes fogai, néha pedig még szarvai is vannak. Az már csak habatortán, hogyha valakinek ettől még vonzóbb lesz. Néhányak szerint, amikor egy férfi elvégzi a dolgot a szukkubusszal, olyan érzése támad, mintha egy jeges alagútba lépne be. Nos, akármi is, ez nem akarom megtapasztalni. Néhány középkori írás szerint a szukkubuszok a démonok szaporodásának a kulcsai, ugyanis képesek elraktározni a férfiak magvait, melyet odaadnak más démonoknak, akik azt szüzekbe fecskendezik. Így szaporodhatnak tehát az ördögi teremtmények, fiatal lányokat megrontva ezzel. Hasonló jellegű feljegyzések szólnak arról, hogy a középkorban a nekrofília, tehát a holtakhoz való vonzódás és szukkubuszok műve volt, akik feltámasztottak holttesteket különböző érdekességek elvégzése céljából. Ezen dolgokról egyébként többet olvashattok a középkorban írott Malleus Maleficarum nevű könyvben. Ezt igazából a boszorkány üldözések kapcsán írták, eredetileg latinul, majd németre és talán még magyarra is lefordították. A német biztos, mert megtaláltam a német címét, de a magyarban nem vagyok biztos, hogy lefordították. Ha eltekintünk a bűnbeeséstől, pokoltól és hűtlenségtől, a szukkubusznak akkor is vannak eléggé kellemetlen hatásai. Először is végtelennyi bujálkodási vágy bárkit az őrületbe kergethet, nem beszélve arról, hogy szó szerint hát kifacsart állapotod idézhet elő a férfiasságban. Mindemellett függőséget alakíthat ki az emberekben, továbbá megronthatja az emberi kapcsolatokat. Ha körülnézünk a különböző népek történetei között, azt láthatjuk, hogy a szukkubusz mint rémség megjelenik meg annyi nép emberei között. Szerte a történelem során kísértett meg embereket, és sokak próbálták elüldözni. Azonban voltak olyan ősi népek is, akik a szukkubuszt vagy valami hasonló női démont a termékenység jelképének gondoltak. Legalábbis a különböző keresztény írások így hivatkoznak azokra a termékenység szimbólumokra, melyek különböző pogány népeknél voltak jelen és istennőket ábrázoltak. Itt fontos megjegyezni, hogy a kereszténység minden pogány istenséget valamilyen démonnak értelmez.
akárhogy is, ez a rettenet a képzőművészetben nagy népszerűségnek örvend a mai napig, néhány tehetséges művész alkotásai pedig ugyanazt a hatást érhetik el, mint maga a konkrét démon. Amellett, hogy az egész emberi történelemben mindig jelen volt a szaporodási hajlam néhány elfajzott és túlzásokba eső kényszeres megnyilvánulása, nem sok információnk van a succubus történelmi eredetéről. Annyi biztos, hogy ez a rémség testesíti meg mindazt, amit ferde hajlamoknak hívtak, és ez alatt minden olyan jellegű szexuális cselekedetre gondolok, amik nem emberekkel történnek. Ezen értelmezés szerint tehát a succubus a fajtalankodásnak is a jelképe és eredete, hiszen ő maga nem egy ember, hanem egy démon. Nos, ebben a videóban ennyit szerettem volna. Remélem, senki nem vette komolyan ezt a dolgot, és a full komoly videók között tudtatok egy kicsit nevetni amellett, hogy amúgy igyekeztem valós alapokon nyugvó hiedelmeket összegyűjteni. Minden esetre köszönöm a figyelmet, én Darkest voltam, sziasztok!